pajtik. Ti tudjátok, mi az a vírus, ugye? És azt is tudjátok, hogy mi az a baktérium, igaz? De vajon azt is, hogy mi a különbség közöttük? Mind a kettő parányi, szabad szemmel nem is láthatóak. Viszont egy vírus még így is csak a tizede egy baktérium méretének. Egy felnőtt ember testét úgy 30 trillió sejt alkotja, egy gyerekét pedig körülbelül a fele. Szóval mondhatjuk, hogy elég összetettek vagyunk. Ehhez képest egy baktérium egyetlen sejtből áll, és az a sejt is elég egyszerű. Nem akar szépen felöltözni, megnézni egy jó filmet, finomat enni, csak szaporodni. Egy vírus még ennél is egyszerűbb. A baktérium élőlény. Egy vírust viszont inkább úgy kell elképzelni, mint egy darabka információt, ami addig lebeg, amíg el nem ér egy valódi sejtet, és rá nem tud csatlakozni. Ha megfertőzött egy sejtet, azt ráveszi, hogy másolja le őt, és így szaporodik. Elterjedt tévhit, hogy a vírusok és baktériumok csak károsak lehetnek. Ez nem így van. Rengeteg van köztük, amik nagyon hasznos segítséget nyújtanak. Persze a híresen káros kórokozóknak sokkal jobb a sajtója, és többet hallunk róluk. Úgyhogy járjatok nyitott szemmel és nyitott mikroszkóppal. Na meg biztos, ami biztos, mossatok gyakran kezet. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, meg minden ilyesmi. Hát, ha én is virális leszek. Na szevasztok, pajtik!